Még mindig érvényes az ország teljes területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom. A katasztrófavédelem kéri, hogy tekintettel az asszályos időszakra sehol se gyújtsunk tüzet egymást érik a szabadtéri tűzesetek. Már 131 alkalommal kellett volna Vármegye tűzoltóinak ilyen jellegű tüzekkel megbírkóznia. Ez mintegy 280 fecskendő tűzoltó járműt kellett ezeknek a tüzetnek az előtásához így biztosítani, és közel 100 hektárnyi terület az, ami teljes mértékben már a lángok martalékává vált. A kánikula figyelmünket negatívan befolyásolja. Ezzel érdemes számolnunk, mielőtt útnak indulunk. Ezt útjain is sajnos meglátszik, mint 192 esetben kellett már a közúti közlekedési balesetekhez sietniük. Ezek csak azok a közúti közlekedési balesetek, amelyek tűzoltói beavatkozást is igényeltek, és 128-an sérültek már meg megye útjain, sajnos, sajnos, 8 további emberi életét már nem lehetett megmenteni. Ezt az időszakot lehet arra fordítani, hogy felkészüljünk a közelgő fűtési szezonra ha otthonunkban még hagyományos vagy gáz, illetve szilárdtüzelésű fűtőberendezés található, ehhez természetesen kémények vannak telepítve, tehát az égés termék elvezetők karbantartása is rendkívül fontos annak érdekében, hogy majd a téli időszakban a kéménytüzeket meg tudjuk Előzni. Ez most nagyságrendileg mint egy két hét átfutási időt jelent, ami azt jelenti, hogyha ha magánszemélyként megrendeljük a kéményünk takarítását, akkor körülbelül két hét múlva fognak érkezni a kéményseprők majd ennek a munkának az elvégzéséhez. Itt, nagy, uh, itt gázüzemű tüzelőberendezések berendezések esetében két évente, még szilárd tüzelésű fűtő berendezések esetében pedig évente célszerű ezt a munkát elvégeztetni. Amennyiben valamilyen okból mégis tüzet gyújtunk. Fontos, hogy azt soha ne hagyjuk magára, ugyanis ebben a szárazságban nagyon hamar megtörténhet a tovább terjedése, ami akár nagyobb bajt is okozhat.